Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács október 9-i Hétközben című magazin műsorát látják. Adásunk elején jöjjön szokásos rövid képes ajánlónk. Örök a szabadságharc hőseinek példája, az Aradon kivégzett tábornokokra emlékeztünk. Szorgos kezeket vártak a német házba, hagyományos őszi rendezvény a sváb hagyományok jegyében. Teljes megújulás alatt a Kressz Park is környezete, javában tartanak a munkálatok. Az aradi hősökre emlékeztünk, gyász és főhajtás október 6-ai fordulóján a mohácsi polgárok olvasókörében. A világosi fegyverletétel után a Habsburg ház megtorlásaként október 6-án Aradon kivégeztek 13 honvéd tábornokot. Történelmi tanulmányainkból tudjuk, magyar, német, osztrák, horvát és szerb együtt harcolt és együtt halt a magyar szabadságért 175 éve. Rájuk emlékeztünk a Park utcai Katolikus Általános Iskolában megrendezett városi ünnepségen. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, iskolánk tanulóit, dolgozóit, a 175 éve hősi halált halt aradi vértanúk megemlékezésén. Kérem, énekeljük el a himnuszt. Óta minden év október 6-án ezen az emlékhelyen helyezzük el a kegyelet virágait. Itt gyújtunk gyertyát az 1848-49-es szabadságharc bukását követően az aradi várbörtönben kivégzett 13 tábornok és a Pesten kivégzett Battyányi Lajos emlékére. Tisztelt emlékező közösség! Kérem, elsőként hallgassák meg Agádi Aranka, a parkiskola történelem tanárának gondolatait, majd azt követően a Hely, hol emlékezünk című műsort. Aki szeretettel szívünkben él, nem halt meg, csak távol van. Ez a Szent Ágostoni gondolat igaz azokra az aradi várbörtönben kivégzett hősökre is, akik életüket áldozták a hazájukért. A nemzeti emlékezet ápolja azokat a történelmi eseményeket, mely a nemzet számára igaz és nemes tett volt. A hazaszeretetet nem kötik határok, sokféleképp élheti meg a hazáját tisztelő ember. Lehet, és néha szükséges meghalni egy igaz ügyért. Ezt tette az a 13 magyar tiszt, akikre ma este itt emlékezünk. Az utókor embere emlékhelyet állít, így fejezi ki az elődei iránti tiszteletét. Először Pászti Mihály egykori honvéd tisztet így, aki egy követ helyezett el az akasztások vélt helyén. Ezt követően Arad városa 1881-ben felépítette a ma is látható obeliszket.
Ez alatt nyugszik 10 honvédtábornok és az első felelős miniszterelnök gróf Battyányi Lajos Hamvai 1974 óta. A parkiskola 1990-ben alakította ki ezt az emlékhelyet, ahol minden évben gyertyát gyújtunk és emlékezünk. Eller Andrásné történelemtanár javaslatára az iskola udvarán egy földhantot emelt az iskola közössége, köré 13 örökzöldet ültetve. Az emlékhely kivitelezésében a pedagógusok mellett tanulók és szülők is részt vettek. A kopjafák kifaragását Horváth Sándor technikatanár vezette. 2004-ben Bahnhoffer József iskolánk nyugalmazott címzetes igazgató tervei alapján Mohácsváros önkormányzata támogatásával megújult az emlékhely. A munkát az iskola akkori igazgatója Reisz Ferencné és helyettese Trábert József koordinálta. 2022-ben Mohácsváros önkormányzatának támogatásával új kopjafák kerültek a régiek helyébe. Ma estére az emlékhely környezete is megújult. Emléktábra került elhelyezésre, melyen nem csak az aradi hősök arcképei, hanem a hely rövid története is olvasható. Ezúton szeretném megköszönni iskolánk fenntartójának, a Pécsi Egyházmegyének és Grácz Ádámné főigazgató segítségét. Köszönet azoknak a magyar irodalomtanároknak, rajz- és technikatanároknak, az iskola technikai dolgozóinak, akik az évtizedek óta segítenek a méltó megemlékezés lebonyolításában. Köszönet illeti a Promuzika kórus vezetőit, diákjait, iskolánk énekzene tanárait, akik 34 éve állandó szereplői ezeknek a megemlékezéseknek. Köszönöm elődömnek, Eller Andrásnénak és kollégámnak, Posgai Márta történelem szakos kolléganőnek az elhivatottságukat, a lelkesedésüket az ügy iránt, amelyen minden év október 6-ához közeledve emlékműsorban idézzük fel a történteket, és hajtunk főt a hősök emléke előtt. Tisztelt vendégeink! Fontos számunkra, fontos számomra ez a hely, mert a történelmi emlékezet és a magyar nemzethez való tartozás helyszíne. Az együttemlékezés megerősít abban, hogy igaz ügyek mindig vannak és lesznek, ezért tenni hazafias kötelesség. A parkiskola közössége évtizedek óta emlékezik, példát mutatva az utókornak. Kedves gyerekek, tiszteljétek és vigyázzatok a megújult emlékhelyre, ápoljátok az iskola hagyományait, tudjatok meg minél többet a 13 aradi vértanúról, akik életüket adták egy nemes ügyért, hazánk szabadságáért. Késsetek harangok, siessetek csatába, Isten tornyába szálljatok, szegény föld sarába. Segíts harang dörögni, nyelved így megmarad, most majd ányú dörg ilyen imádságodat. Nemzeti történelmünk legdicsőbb eseménye az 1848-49-es forradalom és szabadságharc.
Hősei és mártírjai hitték, hogy Európa szívében az osztrák birodalom elnyomását lezárva jövőjét önállóan alakító szabad nemzet lehetünk. Évszázados álom vált valósággá. Független országgyűlés, önálló, felelős kormány, sajtószabadság. Az 1848. szeptember 29-i pákozdi ütközet nem csak a szabadságharcunk kezdete, hanem a Magyar Honvédség születésnapja is. Katonának, mert Kossuthnak, mert búvárnak, Kossuth Lajos nem lett volna, katona se lettem volna, éljen, éljen a nemzet. Első Miklós orosz cár beavatkozása azonban szabadságküzdelmünk bukását eredményezte. Ferenc József, Habsburg császár bosszút állt azokon, akik miatt sorozatos vereségre kényszerült az 1848-49-es szabadságharc során. A megtorlás helyszínei közül Pest és Buda volt az első, ahol közel 32 kivégzést hajtottak végre Julius von Hajnau utasítására. Pozsonyban 13 főt ítéltek halálra. Aradon 1849. augusztus 22 és október 25 között 16 szemét végeztek ki. Ősz volt, október, ám de ekkor tőlünk korábban elszállt a vándormadár. Elfonnyadt minden, temető volt minden. Vértől pirosult a sötét határ, a méla erdőn harkály koppanása úgy hangzott, mint koporsó szögezés. Vagytán szekercés csattogása volt az, jelentve, hogy 9 bitófa kész. S kihozták őket egy bús őszi reggel. Milyen látvány volt, édes Istenem! Külön harcoltak 20 csatában, és most találkoztak mind a vesztőhelyen. Gyászolt az ég, sírtál te is, teremtőm, bár úgy végzét, hogy itt halljanak ők. S a néma csöndben még egyszer, utolszor, egymás szemébe néztek a dicsők. A 13 honvédtábornok kivégzése 1849. október 6-án egy ködös reggel 5:30-kor kezdődött az aradi vár udvarán. Először a golyó általi halálra ítélteket hívták. Schweidel József tábornok, Dezsőfi Arisztrit tábornok, Lázár Vilmos tábornok, Kis Ernő tábornok. Ezután következtek az akasztófára ítélt tábornokok. Pöltenberg Ernő, dandár parancsnok. Török Ignác tábornok. Lánert György tábornok. Knézics Károly tábornok. Nagy Sándor József tábornok. Leiningen Westerburg Károly tábornok. Aulich Lajos tábornok. Vécsei Károly tábornok. Az elítéltek a kivégzés előtti napokban a családtagjaiktól levélben vagy személyesen búcsúzhattak. Damjanics János, az aradi vár parancsnoka így búcsúzott el a feleségétől. Egy katona jelentette, hogy feljebb valója üzeni, hogy azonnal jöjjek el hozzád. Azt gondoltam, valami jó hír vár rám. Azonnal jöttem. De mi ez? Miért állsz ilyen csüggetten? Síralomházba jöttél. Holnap kivégeznek. Tessék. Az nem lehet.
Ez rettenetes. Hogy éljek nélküled? Ígérd meg, hogy holnap nem jössz el a vesztőhelyre. Nem hagyod el a szobádat. Ígérd meg. Emília! Mindenség, ura! Te segítettél nekem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Segíts most is, hogy a kemény próbát, a becstelen gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Ugyanezen a napon Pesten golyó végzett gróf Battyányi Lajossal, az első felelős kormány miniszterelnökével. A gyermekeket áld meg, csókold meg az én nevemben. Ne szégyeljék, nem kell szégyelniük atyukat. Az én halálommal a gyalázat előbb vagy utóbb azokra hull vissza, akik engem igazságtalanul és hálátlanul meggyilkoltak. Katona vagyok én, ország őrizője, sír az édes anyám, hogy elvisznek tőle. Sír az édes anyám, a rózsám meggyászol, fekete gyászvirág búsul ablakába. Megpendült harangom, pallírozott kardom, nem szabad én nekem az ágyban meghalnom. Áldozom életemet az ország javára, forgatom fegyverem, vitézek módjára. Ez az emlékszobor árnyat vet az égnek, mint a felhő volna alkony borulatja, de csillagaitok ott ragyognak élve, s fényüket alkony még jobban mutatja. Gyászos múltból kísír a jövő reménye, felkelő új korszak dicső hajnalfénye. Beszélnek, csendesen. Aki azt nem hallja, annak nincsen lelke. Mi hozzánk beszélnek. Aki megértette, keblébe takarja. Mert az örök mondás, szólnak a vezérek, vérrel öntözött sír nem marad áldatlan, aki a hazáért halt meg, halhatatlan. A megemlékezés végén koszorút helyezett el városunk nevében Pávkovics Gábor polgármester és Cserdi Áron alpolgármester, a Baranya vármegyei kormányhivatal Mohácsi járási hivatal képviselői, a Mohácsi tankerületi központ és a Mohács térségi általános iskola elöljárói. Az emlékhelyen koszorút helyeztek el továbbá a Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda, a Baranya Vármegyei Szakképzőcentrum Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképzőiskola, valamint a Park utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda képviselői. A szózat elhangzása után az iskola tanulói mécsesekkel tisztelettek az aradi 13-ak előtt. Október 5-én szombaton népi játékokkal, kulturális műsorral, smarni kóstolással vártak kicsiket és nagyokat a német nemzetiségi házba és udvarára. A Mohácsi Német Önkormányzat hagyományos rendezvénye, az Emzige Hände, vagyis Szoros Kezek Fesztiválja, immár 10 éve eleveníti fel az érdeklődőknek a svábság egykori életének egy-egy mozzanatát. Kukoricamorzsolás, szalmafonás, horgászás, hímzés, horgolás és egyéb más ügyességi feladatok várták mindazokat, akik a Német Nemzetiségi Házban töltötték a szombat délután. A Mohácsi Német Önkormányzat hagyományos őszi rendezvénye már a kezdetektől sok érdeklődőt vonzott.
Hát ez már egy 10 éves rendezvény. 10 évvel ezelőtt volt olyan ötletünk, hogy a gyerekek számára egy olyan délutánt, ahol egy kicsit barkácsolni, kézműveskedni tudnak, hogy egy olyat szervezzünk, egybekötve egy kóstolóval, és ez az első alkalommal is mindjárt bevált, és nagyon nagy segítséget kaptunk az általános iskoláktól is, hisz ők is minden évben készülnek egy barkács ötlettel külön-külön, és egyre népszerűbbé vált ez a rendezvény. Milyen játékokat lehet itt kipróbálni? Elsősorban ami a német nemzetiségre jellemző? Igen, ezek kimondottan német népi játékok, és ezért is örülünk annak, hogy ennyien részt vesznek, hisz a hétköznapi életben a gyerekek nem igazán találkoznak ezekkel a játékokkal. Ilyen például a kalapdobáló, meg a gránátdobáló, meg a kukoricamorzsolás, tehát ezek mind közkedvelt játékok. Vissza kellett egy kicsit menni a múltba, a rég múltba, a gyerekkorba, hogy ezeket a játékokat felelevenítsék? Igen, hál' Istennek mindegyikünknek, én mindig azt mondom, hogy azért mi még az élmény generációhoz tartozunk, tehát vannak élményeink a gyerekkorunkról, és vannak élményeink ezekről a játékokról, meg ezekről a különböző kézműves tevékenységekről. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy addig, ameddig még van rá igény és lehetőség arra, hogy a gyerekekkel ezeket megtanítsuk, hogy addig próbálkozzunk. De nem csak simán ki lehet próbálni, hanem ha jól tudom, akkor különböző kis állomásokon, különböző pecséteket lehet szerezni, aminek a végén egy ajándék az eredménye. Igen, ez egy nagyon közkedvelt játék. Egy kezet kapnak, és 5 pecsétet kell begyűjteniük, és az állomások végén pedig egy apró kézműves ajándékot kapnak. Tehát megpróbáltuk ott is, hogy az Egyesület és az idősebb korosztályok kötnek, horgolnak ilyen kis ajándékokat, és az egy gyerekek körében igencsak népszerű. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy ebben a rendezvényben minden generáció részt vesz. Igen. Én úgy gondolom, hogy szerencsés a német önkormányzatnak az összetétele is, a több korosztály, és mindenki hozza a maga ismeretségi körét és a maga közösségét, és a legfiataloktól, tehát az óvodástól egészen a nyugdíjaskori úgy résztvevői ennek a programnak. Amikor ezt a rendezvényt kitalálták, akkor mindenféleképpen az őszre gondoltak? Igen, az őszre pontosan azért, mert ennek tulajdonképpen az a hagyománya, hogy a svábság, amikor befejezte a mezei munkákat, amikor már egy kicsit levegőhöz jutottak, akkor több idejük jutott a gyerekekre, több idejük jutott arra, hogy kössenek, horgoljanak, és ezért gondoltuk arra, hogy hát inkább az őszi időszakot célozzuk meg időpontnak. És mindig van egy kis tánc, egy kis zene, kis vers. Ma kik léptek fel? Ma a Park utcai Katolikus Általános Iskolának a tanulói léptek föl, a 3-osok egy tánccal, a 4.-5.-esek pedig egy színdarabbal. Ez minden évben változik, minden évben más iskola adja a programot. Nem győzték bekeverni a smarmi hozzávalóit a program segítői, olyan sokan szeretik, vagy szerették volna megkóstolni ezt az általában német nyelvterületen, de hazánkban is jól ismert tésztafélét. A finomságot 2 feladat között jóízűen ették a kisebbek és a nagyobbak. A Német Nemzetiségi Ház október 1-től egy országos pályázat alkotásaiból összeállított vándorkiállításnak adott otthont. 2008 óta a magyarországi németek közéletének a része, és az eddig nevezett több mint 4000 alkotásnak mind egyedi témája, illetve háttértörténete van. Ezúttal van egy mohácsi alkotás is közte, amelyet a Park utcai Katolikus Általános Iskolából küldtünk be. Pár napig megtekinthető még ez a kiállítás, mind a mellett, hogy ez
most zajlik. Összehangoltuk az MTIGE Hände nevű programmal, ahol egy külön állomásként funkcionál. Itt is gyűjthetnek pecsétet a gyerekek, különböző megfigyelési szempontok alapján lehet bezsebelni ezeket. Mi a háttértörténete ennek az alkotásnak, amit beküldtek? Egy őszi terményekből készült alkotás, a magyarországi németeknek a címerét szimbolizálja, de mindent nem szeretnék elárulni, jöjjenek és nézzék meg. A Német Önkormányzat MTIGE Hände Fesztiválja idén is sok szorgos gyermekkezet ösztönzött alkotásra, hasznos időtöltésre. Két éve kezdődtek meg a Kressz Park átfogó rehabilitációjának tervezési munkálatai, amelyeket az ott élő lakók, a garázssor tulajdonosai és a két oktatási intézmény igényei, kérései alapján készítetett el városunk önkormányzata. Az elhanyagolt, felújításra, megújulásra érett park az idén áprilisban bemutatott tervek szerint a megváltozott igényeknek, körülményeknek megfelelően modern, üde, zöld foltja lesz a városrésznek. A kivitelező cég ígérete szerint az idei tanév kezdetére elkészültek a Park utcai katolikus általános iskola és az óvoda új parkolói. A napokban kezdték meg a két garázssor közötti útburkolat cseréjét, és javában zajlanak a rehabilitációs munkálatok a Kressz Parkban. Egy nagyon nagy beruházásról van szó, így igaz, és egyrészt láttok is itt a helyszínen, hiszen mohácsiak vagyunk itt, jövünk, megyünk, itt élünk a városban, hogy milyen állapotok uralkodtak már a végén itt a Kressz Parkban, és természetesen számtalan lakossági igény, kérés és jelzés is eljutott hozzánk. Ezért is gondoltuk azt, hogy a legfontosabb vagy a leghelyesebb az volna, hogyha nem toldozás-foldozás zajlan ebben a körzetben, hanem egy átfogó rehabilitáció. Nagy újdonságot egyébként úgy érzem, hogy nem kell elképzelni, egyfajta modernizálás, új köntös lesz, illetve visszatérnek azok a régi funkciók, amiket az emberek mindig is szerettek. Gondolok itt arra, hogy ismét lesz egy ilyen Kressz gyakorlását a gyerekeknek elősegítő Kressz Park, szűkeben vett Kressz Park funkció, illetve újra lesz játszótér, megújulnak a parkfelületek, a padok, új kandelláberek kerülnek és kerültek már részben kihelyezésre, frissül a növényzet, illetve ami szintén neuralgikus pont volt, az a parkolás. Ezt is igyekszünk minél inkább megoldani, orvosolni. Természetesen azt látunk el, hogy nagyon átalakultak az igények, egyre több az autó, egyre több a jármű, egyre többen hozzák a gyermekeket iskolába, óvodába is autóval, így aztán tényleg nagyon fontos, hogy a parkolás minél inkább megoldott legyen, és még visszatérve szintén ide a parkra, ugyancsak nagyon érdemes és azt gondolom, hogy hasznos azon elgondolkodnunk, hogy legyen egy olyan szabadtéri sport lehetőség, ami multifunkcionális, és lesz egy ilyen sportpálya, és itt korábban egy salakos pálya volt itt, de hát azt láttuk, hogy már meghaladta az idő, ezért most egy új sportpályával, ami már tényleg a 21. századnak megfelelő szintet tud majd nyújtani, ilyennel is igyekszünk itt még ezt a parkot színesíteni. Nagyon fontos volt ez is egyébként, hogy ne legyen agyon zsúfolva ez a park, hogy ne legyen túl telepítve sok mindenféle olyan eszközzel, ami nem a természetességet sugározza. Ezért nagyon nagy hangsúlyt igyekeztünk arra is valóban fektetni, hogy maradjon meg a szellős, zöld parkfelület. Fákat természetesen abban az esetben vágtunk ki, hogyha nagyon-nagyon indokolt volt. Ezek beteg fák voltak, szakemberek felmérték egyébként a fákat speciális műszerekkel, és megnézték azt, hogyha már olyan fáról volt szó, aminek esetleg csak néhány éve lett volna vissza, akkor azokat, és indokolt volt a kivágások, ezeket kivágták, de törekedtünk arra, hogy a zöld felület rovására ne menjenek ezek a fejlesztések, ezek a beruházások. És hogy mi minden van még vissza, vagy mi szerepel a koncepciótervben egyáltalán ebben a projektben, a járdák felújítása is részét képezi ennek, hiszen azt ugye látjuk itt a park körüli részen, a körbejárásra fogalmazzunk így, azért nem volt már mindig egyszerű, tehát több helyen volt rossz minőségű a járda, ez is megoldódik. Említettem a parkoló létesítést, nagyjából az új és a régi parkolók összszáma meg fogja haladni a 160-at. Arra is figyeltünk, hogy a parkolók elhelyezése olyan legyen, hogy valamilyen fajta, mondjuk úgy, hogy funkciót kapjanak olyan értelemben, hogy hozzá lehessen rendelni egy-egy épülethez vagy épülettömbhöz. Nem lesznek úgynevezett delegált parkolók, ezt úgy értem, hogy nem lesz olyan parkoló, amit címzetten, címkézetten kifejezetten, hogy csak az óvoda, csak az iskola, csak a lakók használhatnak, ilyen nem lesz, de abban bízunk, hogy menet közben is kialakulnak majd ezek a szokások. Itt gondolok arra, hogy ahol most éppen beszélgetünk, az MHS épület melletti részen, ahova áthelyezték az óvoda főbejáratát, itt elsősorban nyilván majd a reggeli és a délutáni órákban az óvodához kapcsolódó forgalom fog zajlani, illetve ezek a parkolások tudnak majd megtörténni, itt a szülők hozzák viszik a gyermekeket, tehát ez is, de természetesen a lakók vagy bárki más megállhat itt. Az iskola felüli oldalon, ahol elbontásra került a gumiszerviz
területén álló egyik régi épület, ami tulajdonképpen már funkcióját vesztette, egyfajta tároló szerepet még ugyan betöltött, de ezt a vállalkozó meg tudta oldani másképpen. Így ott kiszélesítettük az utat azért, hogy a szembeforgalom lehetővé váljon a parkolóba késbehajtásnál. Ez történjen meg, ott is történt parkolóbővítés, egyébként nem csak a torkolat bővítése zajlott le. Ott nagyon fontosnak tartom, hogy a garázssoron is zajlik most egy felújítás, egy megújulás, a garázssor leaszfaltozzuk, tehát könnyebb lesz a garázs tulajdonosoknak a bejutás. Korábban ott az úzalék és a kavicsos megoldás csak tényleg egy kényszer megoldást jelentett. Sokszor több garázsnyi hozban állt a víz vagy a tócsa egy-egy nagyobb esőzést követően. Ez megoldódik, a vízelvezetés ugyancsak megoldódik majd ezen a részen. És tulajdonképpen, ami még nagyon fontos, itt voltak azért vegyes vélemények a garázs tulajdonosok részéről, de úgy látom, hogy a többsége ezt elfogadja és megérti. El lesz választva a két funkció. Ezt úgy értem, hogy egy idézőjelesen célforgalmi, de nem táblával kifejezetten deklaráltam, de egy célforgalmi funkció lesz az iskola előtt, oda a lakók tudnak elsősorban majd menni, illetve azok, akik a gyermekekért mennek, a gyerekeket hozzák, viszik majd ezen a parkoló részen. Nyilván, mint mondtam, ez sem egy címkézett parkoló, tehát elvileg bárki bármikor oda mehet, viszont a keresztirányú áthajtás már nem lesz lehetőség, erre nem lesz már lehetőség. Tehát aki a garázsokhoz akar menni, az nem tud a parkutca, a gumiszerviz irányából a garázsokig eljutni, ott az iskola előtt egy kis tér lesz. Ez nem pusztán forgalomtechnikai kérdés, nem pusztán az, hogy tényleg a két funkciót válasszuk szét, hogy aki a garázsokhoz akar eljutni, az akkor egy másik irányból célzottan a garázsokhoz tudjon menni, hanem a gyerekekre is gondolni kell. Tehát ha nem is tömegével, de érkeztek olyan hírek, olyan jelzések felénk, hogy egy-egy garázs tulajdonos olyan tempóban hajtott át, ők közben a gyerekek megszaladtak kifelé az iskolából, és csak a jó Isten és a szerencsém múlt, hogy nem történt komolyabb baleset. Tehát erre is figyelni kell. Én azt gondolom, hogy talán ez a kerülő, ha valaki a városból vagy a város bármelyik pontjára jön és a garázsához akar eljutni, azért nem olyan nagy, amit idővel nem lehetne vagy megszokni, vagy nem lehetne bevállalni. De ez is egy fontos szempont volt, hogy akkor a garázs tulajdonosok egy irányból tudjanak és csak abból az irányból a garázsokhoz eljutni, illetve a másik irányból pedig akkor az egyéb lakók, vagy éppen a gyermekeket iskolába hozó vívő szülők, hozzátartozók. És van ennek még egy előnye, azt hiszem, és talán a garázs tulajdonosok számára jelent majd egy jó hírt, hogy megszűnik az az áldatlan állapot, ami néha egy-egy esetben előfordult azért, talán nem is olyan ritkán, hogy amikor már nem volt parkoló, akkor egy-egy autószülők megálltak a garázsok előtt is, és ez azért gondot jelentett, ha valaképpen a garázsából akart volna kiállni, beállni, vagy csak odaférni a garázsához, nem volt lehetőség, mert ott két-három garázsnyi helyet mondjuk adott esetben autó vagy autók foglaltak el. Bízunk benne, hogy ezek után ilyen sem fog már történni. Nyár elején kezdődtek meg a munkálatok. Lehet-e valamit arról tudni, hogy éppen most milyen készültségi fokban vagyunk, hogy állnak most a munkálatok? Igen, a munkák folyamatosan zajlanak. Szerencsére egy nagyon összeszokott és profi csapat és remek kivitelező az, aki ezt a munkát elnyerte. Ez azt hiszem, hogy látszik is, és az itt élők is ezt tapasztalják. Folyamatosan, jó ütemben, a vállalt határidőket tartva tudnak haladni. Ami most a legfontosabb, zajlanak a kandelláber lábazatoknak a kihelyezései. Több helyen már kint vannak a kandelláberek és a diszburkolatok kerülnek ki. Látjuk, hogy a parkolók már több helyen elkészültek, illetve amit még szeretnék itt kiemelni, hogy a környező járdáknak a felújítása is ütemezetten és szakaszosan majd haladni fog. A gumiszerviz melletti részen például ott várható hamarosan majd egy járdajavítás és parkoló kialakítás szint úgy. Ezen kívül az óvoda részén is hamarosan meg fog ez történni. Tehát megvannak az ütemek a Gyümölcs utca felől, és így tovább. Zajlik már az elektromos hálózat mellett, ugye természetesen itt most arról is szó van, hogy öntözés lesz, hogy ez a park, ez valóban szép legyen. A mai világban már is talán a változásokat figyelembe véve fontos az, hogy azért a fű az ne égjen ki mondjuk már június végére adott esetben, ezért aztán az öntözőrendszer folyamatos lepítése zajlik. Ez egy délről északi irányba haladó folyamatot jelent itt a parkban egyébként, és ahogy a telepítés megtörténik, az öntözőrendszer folyamatos telepítése, érkezik már a faiskolás szakember, aki pedig itt a növényzet telepítésével foglalkozik, tehát egymásra jól összehangoltan épülő munkafolyamatok zajlanak itt a parkban jelenleg is. Tehát, ahogy mondtam is, látjuk, hogy a munkák folyamatosak és egymásra épülően jó ütemben zajlanak. Ennek ellenére tisztában vagyunk azzal, hogy zajjal, munkával, porral, kellemetlenségekkel jár, és szeretném megköszönni az itt élők, az itt lakóknak a türelmét, megértését. Azt tapasztalom egyébként a beszélgetések során is, hogy látják, hogy ez nekik is, értük is készül, és éppen ezért valóban türelemmel és megértéssel viseltetnek. Én bízom benne, hogy ez a következő néhány hónapban is így fog majd maradni. Természetesen, ha bármilyen jelzéssel érkeznek hozzánk az önkormányzathoz, azt akkor szívesen meghallgatjuk.
látjuk, de úgy látom, hogy egy egészen jó nexus és közvetlen kapcsolat és beszélgetés alakult már itt ki a szakemberekkel is, tehát alakok hozzájuk is tudnak fordulni bármi észrevételükkel. A Mohácsi Polgárok Olvasóköre fennállásának 150 éves jubileuma alkalmából 2018-ban felavatott kültéri épületében egy teljes falat szenteltek a 13 aradi vértanú emlékének. Azóta minden évben itt emlékeznek meg ünnepélyes keretek között azokról a hősökről, akik életüket adták a magyar szabadságért. Október 6-án vasárnap a Kör Gőzhajó utcai székházában az elnökség és a tagok mellett városunk elöljárói is részt vettek az aradi vértanúkra való megemlékezésen. A rendezvény nyitányaként Szűcs László köri tag köszöntötte a megjelenteket, majd a himnusz eléneklését követően Cserdi Áron alpolgármester osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt emlékezők! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és hogy ismét együtt emlékezhetek önökkel. Nagyon pozitívnak és nagyon szépnek tartom azt, hogy néhány évvel ezelőtt elkészült ez a féltető, illetve ez az emlékfal itt a Mohácsi Polgárok Olvasókörének udvarában. Szokták mondani azt, hogy sírva vígad a magyar, és ebben a mondásban van némi kritika, némi bántás, mintha azt fogalmazna meg, hogy hát ezek a magyarok még igazából örülni sem tudnak semminek. Még amikor vígasságról vagy örömről volna szó, akkor is abban ott van a keserűség. Nos, egyrészt kérdés persze, hogy ez az állítás igaz-e, mármint hogy sírva vígad a magyar, hogy mindig így van-e. Másrészt, hogyha feltételezzük, hogy igaz, vagy megengedjük, hogy igaz, akkor kell ezen igazán csodálkozni, hiszen ezt az országot rengeteg trauma, ezt a nemzetet rengeteg trauma és sorscsapás érte. Sorscsapások olyan értelemben is, amikor talán kiút sem volt, és olyan értelemben is, amikor egy időre felcsillant a remény, amit aztán elgáncsoltak, elbuktattak. Ilyen volt 1848 forró márciusa, vagy az 1849-es tavaszi hadjáratot követően 1849 ősze is. Hiszen, és ezt mutatja az aradi vértanúk példája is, megint csak megtört egy lendület, megint csak elveszett a remény egy időre, és tulajdonképpen azt kell, hogy lássuk, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ez is oka lehet annak, vagy ez is ok lehet arra, hogy bizony ott van a magyar nemzetben az óvatosság vagy a félelem a harcra készség miatt és a tetrekészség mellett is. Amikor Aradra gondolunk és 1849. októberére, akkor láttunk el azonban, hogy itt valóban nemzetről beszélhetünk. És egy olyan kegyetlen, ebben az esetben nem úgy, mint Trianonnál, ahol fizikai értelemben is csonkították a nemzetet, de mindenképpen szellemében, erejében úgy csonkították ezt a nemzetet 1849-ben 175 éve Hajnaú kegyetlenkedésének és vérszomjasságának betudhatóan többek között, hogy lehetőleg ne tudjon majd talpra állni, vagy jó sokáig ne tudjon majd feleszmélni ebből a csapásból. Beszélünk arról, hogy és a köznyelben létezik ez a kétfajta kifejezés, hogy értelmetlen halál, vagyis akkor ezzel szembe állítanánk, hogy értelmes halál. Persze, bár ezeket a kifejezéseket használjuk, de mégis, ha jobban belegondolunk, akkor nem nagyon lehet ezeknek tartalmat adni, hiszen miért lenne egy halál értelmes, vagy éppen értelmetlen ilyen szempontból, ezen sokat lehet vitatkozni. Én inkább talán úgy teszem fel a kérdést, és úgy is lehetne talán ezt értelmezni, hogy annak az adott halálnak, annak a mártíromságnak, annak a mártírságnak lette a későbbiekben, akár már a kortársakban, akár pedig az utókorban valamilyen olyan magja elültetve, amitől ez a halál, ha nem is azt mondom, hogy értelmet nyer, de legalább azt elmondhatjuk, hogy valami sarjad belőle. Egy gondolat, egy eszme, vagy újabb erő. És azt gondolom, hogy ha így tekintünk az aradi mártírokra, és mikor róluk beszélek, akkor természetesen hozzájuk értem a később még október folyamán kivégzetteket, vagy a következő egy-két évben kivégzetteket, épp úgy, mint Batthyány Lajost, akit ugye nem Aradon, hanem Pesten végeztek ki. Tehát amikor rájuk gondolunk, akkor pedig azt mondhatjuk, hogy ilyen tekintetben, ebből a szempontból, nem tudok rá jobb szót mondani, hozott valamit az össznemzetnek. Az, hogy ők ezt a sanyarú sorsot vállalták, vagy kapták, hogy miért találjuk az élet. Hiszen amíg Hajnaúról szobor nincsen, és Hajnaúról, hogyha bárki próbál is emlékezni, vagy visszaemlékezni rá, vagy beszél róla,
akkor azt én még olyan emberrel nem találkoztam, vagy olyan iratokkal, olyan dokumentumokkal, ahol Hajna úrról bármilyen, akár csak óvatosan is, de pozitív szellemben elmélkedtek, vagy vélekedtek volna, addig az aradi 13-akról, és az előbb említett még hozzájuk, hozzá gondolt, vagy odaértett személyekről, csak is a legmagasabb példák tekintetében, és csak is a legnagyobb értékrenddel magunkban és szívünkben tudunk beszélni. Amikor pedig arra gondolunk, most egy himnuszt énekeltük ugye itt a megemlékezésünk elején, de hogyha a szózatra gondolunk, és annak egyik sorára, ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. Nos, ez is benne van a magyarságban és a nemzetben. Itt folyt azoknak a vére is, akik lehet, hogy még magyarul sem tudtak annyira pontosan, vagy annyira szabatosan, de mindenképpen mókénak érezték a magyar haza, a magyar nemzet ügyét 48-ban, 49-ben is. És így váltak ők magyarokká. Úgy érzem, hogy a mellkasukban megfért egymás mellett a szerb, vagy a német, vagy a horvát, vagy az örmény szív és a magyar szív, a magyar gondolat. És tulajdonképpen nincs az a műszer, nem létezne az a fajta eszköz, amivel szét lehetne hámozni, hogy hol kezdődött ezekben az emberekben a magyar, és hol ért véget mondjuk a német, vagy a szerb, és így tovább. Egyek voltak velünk, egyek voltak egymással, és egy közös ügyért tudtak nem csak élni, de méltósággal meghalni. Van egy olyan mondás, kerestem a forrását, de ez kicsi bizonytalan volt, ugye most nem akarom senkinek sem tulajdonítani, mert hát ha rosszul fogom majd valakihez kötni ezt a mondást, de bizonyára mindenki ismeri az itt lévők közül, hogy magyar az, akinek fáj Trianon. Nos, én úgy érzem, hogy legalább ennyire mondhatjuk azt is, hogy magyar az, akinek fáj Arad, és magyar az, aki Aradon az életét áldozta a nemzet ügyéért. Én azt kívánom, hogy így őrizzük meg őket emlékezetünkben, így emlékezzünk rájuk mindig, és legyen még nagyon sok olyan pozitív példa, mint itt a magyar körben, itt a polgári olvasókörben, hogy nem csak régi, nagyon régi szobrokhoz, emlékművekhez megyünk ki, hanem születnek újak is. Hogy minél több sejt, minél több kis hely legyen itt ebben az országban, ahol meg lehet róluk emlékezni, és ezért örülök annak, hogy itt elhangzott az előbb az is, hogy Kórógyon is ott jártak, és hogy milyen élményekkel, milyen mondjuk úgy meglepetésszerű, relevációszerű élményekkel tértek onnan haza. Nagyon fontosnak tartom, hogy érezzük, hogy az aradi 13-ak, és amit említettem, akár Batthyány Lajos is, és a más kivégzettek, azok mindnyájunké. Egy egész nemzetért, egy nemzetügyért áldozták az életüket, és ezért méltók arra, mi pedig kötelesek vagyunk arra, hogy mindig emlékezzük rájuk. Erőt kell merítsünk az ő bátorságukból és vértanúságukból, emelte ki Bacsmai László Espres plébános beszéde elején. Nagyon fontos az, hogy amikor az aradi vértanúkról való megemlékezésről beszélünk, akkor ez nem csak egy ilyen múltba való révedést jelent, hanem jelenti azt, hogy mi a mostani jelen időkben kell, hogy erőt merítsünk az ő bátorságukból és az ő vértanúságukból. Az ő szabadságukért való küzdelmük az legyen számunkra is példa a jelenben. Ha magyar történelmet nézzük, akkor mindig kellett valakivel küzdeni. Tatár, Mohácsa nem kell mondani, a török, Habsburgok, szovjetek, és most itt van az Európai Uniónak a balliberális szárnya, ahol küzdenünk kell és meg kell védenünk olyan pofon egyszerű igazságokat, ami igazából talán pár évtizeddel ezelőtt fel sem merült volna, hogy valaki például férfi vagy nő. Én emlékszem, gyerekkoromban egy idős bácsi azt mondta, ez kicsit ilyen jósnak is tűnt ott a faluba, aki azt mondta, akkor közeledik a világ vége, amikor nem lehet megkülönböztetni a nőt a férfitől, a férfit a nőtől. Na hát ezt az időt éljük, mert igazából néha nem csak a nevekben nem tudom például megkülönböztetni, amikor keresztelem a gyereket, hogy most ez a név, ez most fiú vagy lány név, hanem sokszor ugye az öltözetükbe, meg a felfogásukba. Ők, az aradiak küzdöttek a magyarságért, a hazáért, azért, hogy Magyarország
magyar ország legyen, és itt Magyarországon a magyar nyelvet lehessen beszélni, hivatalosan használni. Akkor döbbentem erre, amikor ezt a Petőfi filmet néztük, hogy hát igazából ott verték le ugye a német feliratokat, pedig hát igazából Magyarországon miért kellene más nyelvű feliratok legyenek, akár az üzleteken, vagy bárhol. Aztán nekünk nem kell feltétlenül meghalnunk, mint nekik a hazáért, ahogy szoktam mondani a jegyeseknek. Jézus annyira szeretett minket, hogy meghalt értünk, de a jegyeseknek, mint házasként, nem azt kell várni, hogy na, mikor tudok már meghalni, érted, hanem élni kell a másikért. Hát nekünk is nem meghalni kell a hazáért, reményeink szerint nem lesz rá, erre nem kerül sor, hanem élni kell érte. Jelenleg háború van. Itt a szomszédunkban háború van a Közel-Keleten, de szellemi háború van, ahogy már mondtam, az Európai Unió és a magyar családok, a magyar haza és hitünk ellen. A mai Szentmisén az ember teremtésével kapcsolatban ugye elhangzott az, hogy igazából az embernek, és itt akkor most a férfit kell érteni rajta, hiányzott a társ. Hiába volt ott mindenféle nagyon szép állat, az igazából nem töltötte be a szívét. És akkor a Jóisten adott neki egy feleséget, egy asszonyt, egy segítőtársat, és ezt a Biblia olyan szépen, olyan szép képpel fejezi ki, hogy a férfi oldal bordájából alkotta meg. Na most tudnunk kell azt, hogy ez a szentírási könyv, a teremtés könyve, ez nem egy szó szerint értendő könyv, hanem tanító jellegű elbeszélés. Hát azt kell keresni, hogy mit akar ezzel kifejezni. Hát azt akarja kifejezni, hogy mellé rendelt személy. Tehát senki nem mondja azt, hogy az egyházban a nő alárendelt, hiszen már itt a kezdetén az Isten a férfi mellé rendeli. És ezt nagyon szépen fogalmazta meg valaki, és igazából ezért is gondoltam, ezt nem fogom tudni így elmondani. Isten a nőt Ádám egyik oldal bordájából teremtette, nem a fejéből, hogy fölé bekerekedjék, nem a lábából, hogy alattvalója legyen, hanem az oldalából, hogy hozzá hasonló legyen, a karja alól, hogy férje védelme alatt álljon, és a szíve mellől, hogy szeretetének tárgya legyen. Amikor itt járt Ferenc pápa 3 éve Magyarországon, akkor a magyar állami vezetőknek nagyon röviden a következőt mondta. A család az férj, feleség, gyerek és pont. Igazából azt mondja, amit a Biblia mond, amit az egyház tanít, és nekünk nagy szerencsénk van, hogy a magyar alkotmány is ezzel igazából összhangban van, hiszen az alkotmányban is megvan a család védelme, és be van írva az alkotmányba az, ami eddig természetes volt, csak most megkérdőjelezték, és mi beírtuk, hogy hivatkozhassunk arra, hogy az alkotmányunkban is benne van, hogy az apa férfi, az anya meg nő. Tehát ez nagyon fontos. Amikor én erről beszélek, akkor néha azt mondják, hogy mert biztos mondja a propagandát. Nem, hát ez a Szentírásnak az alapja. Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. Tehát igazából innen ered minden. Ezért én úgy gondolom, a jelenben őrájuk emlékezve, hogy nekünk a családokat kell megerősíteni, mert a családok azok a nemzetnek a sejtjei. Ha erősek a családjaink, akkor erős lesz a nemzet, és túléli mindazt, ami esetleg most ellene folyik. Ez pedig ott kezdődik, hogy mindenki otthon a saját családjában nem csak megőrzi,
hanem átadja azokat az értékeket, itt akár nemzeti, akár nemzetiségi, akár hitünkbeli, vallási értékekről van szó, hogy velünk, a mi generációnkkal ne vesszen ez ki, hanem a gyermekek, az unokák, akik látják és hallják, látják a mi életünket és hallják a mi szavainkat, azok visszaemlékezve mindig azt mondják, most ez hogy tenné, vagy mit csinálna ebben a helyzetben az én édesapám, édesanyám, nagymamám, nagypapám, és akkor ezek az értékek mentik meg a hazánkat. Imádkozzunk értük, hogy az ő áldozatuk jutalma legyen a boldog örök élet. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság. Nyugodjanak békében. Amen. 175 évvel ezelőtt olyan dolgokat hozott a világ, amiből ma van milyen tanulságokat levonni. Nagyon fontos dolog lenne egy kicsit feleleveníteni, hogy mik is voltak a történetek, mert annak idején még az iskolában is rosszul tanították meg még a történelmi dolgokat is. Az adatokat nem, az adatok rendben vannak, csak az összefüggéseket felejtették elmondani. De mielőtt rátérnék az összefüggésekre, elmondanám azt, hogy 5 évvel és 10 nappal ezelőtt megfaragtam azt a keresztet, amit ott látunk, mert akkor távozott el az a közjogi méltóság, aki a gazdasági érdekeinket egysűrítve összefogta, és tulajdonképpen ezt nevezzük politikának, amikor a gazdasági érdekeket valaki egy kézbe tartja. Én most az ő emlékére egy kicsit emlékeznék Szekó Józsefre, egy rövidke vers részlettel. Magyar mi atyánk. Van-e imádság forróbb és könyörgőbb, mint a miénk most kínoknak imája? Nyisd meg, nagy úr, a fellegek kárpittyát, s irgalmas szívvel figyelmez rája. Nincsen annyi fűszál libanoni lejtőn, mint ahány könycsepp bús magyar szemekben. Hallgass meg, kérünk, csak most az egyszer. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Ezt üzenem Szekó Józsefnek, hogy figyelünk még a szavaira, hiszen ő hozott össze minket Kóróddyal is és Pélmonostorral is. Az ő útmutatása szerint találkozott össze a magyar horváttal. És tegnap Kóródjon elmondtam, hogy az aradi 13-ban ugye több nemzet volt, örmény, szerb, horvát, német is volt, magyar is volt az aradi vértanúk között. És elmondtam azt, hogy tanulni kellene abból, hogy hogyan ugrasztották össze ezeket a nemzeteket. Kérdeztem, hogy a horvátok tudják-e, hogy Jelasics, mielőtt megtámadta Magyarországot, a kancelláriával egy szerződést kötött, vagy hát megegyeztek abban, ha megtámadja Magyarországot, akkor autonómiát kap Horvátország, és vagy társaságot alakított, nem köztársaságot, már az embernek az agya ilyenkor kihagy, hanem alkotmányt kap Horvátország. Kérdeztem, hogy megtámadták Magyarországot, Magyarországot megverték, ugye utólag, megkapta-e Horvátország az alkotmányt? Hát úgy tűnik, hogy nem. És hogyha megnézzük a többi hazugságát az akkori kornak, akkor eljuthatunk odáig, hogy ki az, aki Jelasicsot elindította? Hát ki az a Lator gróf, ugye, akit utána meglincseltek a bécsi diákok? És egyáltalán, hogyha 175 évvel ezelőtt a bécsi diákok lámpavasra húzták föl azt a hadügyminisztert, aki kiadta a parancsot Jelasicsnak, akkor most mit csinálna ez a bécsi diákság, amikor több mint a fele migránsokból áll, azt se tudjuk, hogy kik járnak iskolába Bécsbe. Vajon van-e értelme arról beszélni, hogy mi volt 175 évvel ezelőtt? És igen, van miről beszélni. Először is azt, hogy amit a média mond, azt nem kell készpénznek venni. Amit a média mond, azok tények. Mindig mögéje kell látni a tényeknek. Ugye, hogy azt mondták Széchenyiről, hogy a Széchenyi gróf az őrült. Persze, hogy úgy viselkedett, mint egy őrült, mert maláriás volt szegény, de azt, hogy maláriás, ezt a kancellária 150 évre titkosította. Nem adták ki az információt, hogy a Széchenyi nem őrült volt, ő maláriás volt. A dr. Gazdai István, a Történelemtudományi Intézetnek az igazgatója, ő halászta ki a levelek közül, hogy Széchenyinek a dolgait hogyan kell aláásni. Ez a Jelasics, ez egy nagyon komoly katona volt, aki elindította ellenünk a háborút, ugye?
és a Jelasics lovas futárt küldött Széchenyinek. Gondoljuk végig, hogy küld egy lovas futárt, hogy menekülj, mert megtámadjuk az országodat. Mennyire tisztelhette Jelasics a Széchenyi grófot, hogyha külön futárt küld elébe. Ugye 28-án Pákoznál egy kicsit megverték a Jelasicsot, erre büszkék lehetünk. Ott Sukuróból hoztuk most a citerákat éppen, ott mentünk el Pákoz mellett. Ott eszembe jutott, hogy azért megnézzük, hogy tart-e még a háború, nem tart már a háború, de emlékezni kell rá, mert ott valami olyasmi történt, amire büszkék lehetünk. De tudjátok meg, hogy Magyarországon sok száz Jelasics élt abban az időben, és ezután, a cselekedet után a horvátok nevet változtattak, és horvát nevük lettek. Tehát a horvátok felvették a horvát nevet, Horvát Józsi bácsi lehet, hogy Jelasics utód, mert azt mondták, hogy ők tiszta szívű horvátok, és nem értenek azzal egyet, amit Jelasics csinált. De sorolhatnánk még az akkori mainstream médiának, vagy az akkori kikiáltóknak, dobosoknak a hazugságait. Mindig úgy magyarázták az aktuális dolgokat, hogy az nekik kedvezzen. Mit csinált az Aradi 13? Felesküdött az áprilisi törvények szerint a magyar királyra. Felesküdött a magyar királyra, és az életét adta ezért a királyért. Ez a király 5. Ferdinánd volt, aki 1830-tól már magyarok királya volt. Felszentelt király. Ő szentesítette a törvényeinket. És ezt a királyt egyszer valaki nyugdíjazta. El tudjuk képzelni ezt a közjogi méltóságot, nem mondom, hogy köztársasági elnököt, ugye. Valakit azt mondják, hogy na, holnaptól te már nem vagy. A királyt félretették, és ott, ahol voltunk fent egyszer Vislába, azon a környéken tengette az életét 75 éves koráig. Azt a királyt, aki nekünk felszentelt magyar királyunk volt, valaki félretette. Hát ki az a hatalom? Hát tudjuk, hogy ő Metternich néven mutatkozott be a világnak, ő volt az a szuper kancellár, aki még ilyenre is képes, hogy egy királynak azt mondja, hogy állj félre, és oda tesszük azt a Ferenc Jóskát, aki akkor született, mikor a mi királyunkat koronázták. Nem, 2 héttel előtte, mondták már, szaros gyerek volt akkor, amikor koronázták, de 18 éves gyereknek a kezébe adják egy világbirodalomnak a dolgait, hát nyilván, hogy nem az a 18 éves gyerek fogja kormányozni, hanem más. Mi a tanulság ebből? Ma vajon ki az a Metternich, aki félre tud tenni egy közjogi méltóságot? Hol keressük azokat a dolgokat, amiért érdemes lenne harcolni? Nem találjuk az ellenfelet. Amikor bekapcsoljuk a tévét, rádiót, 3 percen belül ellentmondásos hírek vannak. Az egyik ezt mondja, a másik azt mondja. Hogyan tudjunk tisztán látni? Van egy nagyon jó mutató, és ezt szeretném önöknek elmondani. Az Olvasókör Szövetsége a nagy múltból kihalászott 1 darab verset, Vörös Marti Mihálynak a Gondolatok a könyvtárban, és abban van egy mondat, hogy mi dolgunk a világon. Küzdeni a legnemesbekért. Ez a dolgunk a világon. Hogyha megtaláljuk azt az embert, akiért érdemes küzdeni, azt követni tűzön vizen át. És majd ő eldönti. Ezt a magyarok a tizedes rendbe, amikor a 10 ember tizedest választott, 100 ember századost választott, régen tudták, hogy nem tudunk rálátással lenni az egész világra. Hogyha nekünk van egy vezetőnk, akkor azt követni kell, és megfeszülni érte, mert ő többet lát a világból, mint mi. Én azt mondom, hogy ne a világpolitikával foglalkozzunk, hanem azokkal a részekkel, amire van rálátásunk. És hogyha találunk egy olyan embert, aki nemesebb nálunk, akkor azt követni tűzön vizen át. És az Aradi vértanúknak pontosan ez a legfontosabb része, hogy ők meghaltak egy olyan eszméért, amiért bármit képesek voltak feláldozni. És mi volt az eszme? Hát először is az unió, vagy úgy is mondhatnám, a nemzetek egymás melletti élése. Gondoljátok végig, hogy mit jelent az, hogy csináltunk egy nemzetiségi fesztivált szeptemberben, vagy most augusztus végén, hogy a 5 nemzetiség összekapaszkodik, és nem bottal ütik egymást, hanem egy fesztivált csinál, azért, mert békében lehet élni egész addig, amíg ezt az 5 nemzetiségét föl nem lázítják egymás mellett. Erre kell legjobban vigyáznunk, hogy ez az egység megmaradjon.
mivel itt vannak több nemzetiség is képviselteti magát, elmondom, hogy ennél fontosabb dolgunk nincs, mint hogy mindenkinek elmondjuk, hogy csak annyi dolgunk van, hogy a legnemesbekért küzdünk. Mindenki válassza ki magának azt az embert, akiért érdemes küzdeni, és segítsen neki. És nem egymás ellen harcolunk, hanem egymás mellett. És most már oda, szóval a mi életünkbe eljött az a pillanat, amikor ténylegesen harcra fog kerülni sor, mert hogyha a migráns áradat nem áll meg, akkor láthatjuk, hogy mi történik Németországban, mi történik Svédországban, hasonló dolgok fognak történni itt is. És az egyház ennek a zászlóvivője, és nagyon örülök, hogy az egyháznak a helyi vezetője pontosan azokat a dolgokat fogalmazta meg, hogy igen, a férfi és a nő között történik azt, amit mi világnak nevezünk. A többi világ az minket nem érdekel, azt élje meg máshol. Minket az a világ érdekel, ami férfi és nő között történik. És valószínű, hogy ez a fenntartható világ. Tehát az aradi vértanúkra emlékezve, ők egy olyan magas mércét állítottak föl, ami nekünk útmutató kell, hogy legyen, és azokat az értékeket meg kell őrizni, amit az áprilisi törvények sugalltak. Ezzel zárnám a mondatomat, és akkor felkérem Knollmeier Jánost, hogy egy ünnepi verssel örvendeztessen meg minket. Elég nehéz megszólalni ilyen nagyévű beszédek után, de megpróbálom. Ady Endre, október 6-a. Őszi napnak mosolygása, őszi rózsa hervadása, őszi szélnek bús keserve, egy-egy könyv a szentelt helyre, hol megváltott hősi Áron becsületet, dicsőséget az aradi 13. Az aradi Golgotára ráragyog a napsugára, odahull az őszi rózsa, hulló levél búcsú csókja. Bánat sír a száraz ágon, ott alussza enyhe álmát, az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye, tűzre áll a fényes égre. Búcs szívünknek enyhe fényed, adjon nyugvást, reménységet. Sugáridon szellem járjon, és keressen fel küzdelmünkben az aradi 13. Yeah.
mindannyian együtt vannak fenn az égben. Vértanúk ők hárva hazánk szent ügyében. A rendezvény végén az aradi 13-ak nevét megjelenítő emlékhelynél a város nevében Pávkovics Gábor polgármester és Cserdi Áron alpolgármester helyezték el az emlékezés virágait, az olvasókör képviseletében pedig Gadányi Mátyás és Bede Anikó koszorúztak. Kedves nézőink, ezzel ma esti magazinműsorunk véget ért. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozzunk jövő héten szerdán este 7 órakor ismét itt, a viszontlátásra!